Sziasztok! Ahogy múlt héten ígértem, jövök egy kis Ethereum elemzéssel, és azt fogjuk megvizsgálni, hogy vajon hova juthat el az Ethereum, akár idén, akár kicsit később. És így a legutolsó alkalommal beszéltünk arról, hogy a bitcoin tulajdonképpen egy teljesen észszerű 80 kötőjel 100 ezer usd s árat tudna megütni, de nem feltétlenül biztos, hogy idén, hiszen igencsak küzd, ráadásul a capital ugye nem hozzávándorol, és láthatjuk, hogy nem igazán tudta megközelíteni a jelenlegi, illetve az előző higher high szintjét sem. Nos, az Ethereum egészen hasonló pozícióban van, de azért vannak különbségek. Például az, hogy sokkal jobban sikerült neki a jelenlegi bullish struktúrája, ami már közelebb került az előző all-time high szinthez. Mindemellett az Ethereum zuhanáskor ugye nem nagyon tudta áttörni a 200-as mozgó átlagát a napos csárton, bár kétszer megpróbálta, ez a törési kísérlet annyiszor kudarcba fulladt. Nos, a jelenlegi emelkedés igen fontos abból a szempontból, hogy meg tudjuk vizsgálni, mire is számíthatunk a jövőben, és láthatjuk, hogy azért nem minden habos torta. Tudjuk azt, hogy a mostani tőkebeáramlás az tulajdonképpen inkább az altokba megy, és nem pedig a bitcoinba, ami pozitív az ethereum ugyanakkor ez a tőkebeáramlás meg sem közelíti azt a mértéket, amit tapasztaltunk 2021 elején. Ez egyébként megmutatkozik a volume szintekben is, hiszen az előző emelkedéskor láthattuk, hogy nagyon szép emelkedések voltak a volume még az exponenciális emelkedés végén is gyönyörűen emelkedett az átlag, azonban egészen a bearish trend megkezdésétől ez a volume szint folyamatosan csökkenő átlagot mutat, és ez már egy érdekes jelzés számunkra. Az a tény, hogy a 3537 igen nagy falat volt az Ethereumnak így első neki futásra, már egy jelzés, és főleg a short nyomás, ami ugye pár nappal ezelőtt történt a piacon, hiszen az előző emelkedésben ennyire durva short nyomást az utolsó szakaszban már nem tapasztaltunk, Kicsivel korábban igen, de az sem volt ilyen mértékű, hanem inkább több napig tartott. Bár határozottan a jelenlegi még nincs vége, úgyhogy meg kell várnunk, mi történik. És pontosan ezen van a hangsúly. Mert az, hogy nincs vége, technikailag abszolút elfogadható lenne, hogyha a ciklus végét az Ethereum akár egy mélyebb szinten zárná, mondjuk a 2900 USDT szint környékén. Ez azonban felvet kérdéseket, hiszen ez határozottan ennek a bullish szekciónak a megállását jelzi, amit már most is tapasztalunk, és hogyha a ciklus zárás körül azon a szinten vagy alacsonyabb szinten történik, mint az az előző ciklus zárása, akkor nyilvánvalóan komoly gondba kerülhet az Ethereum a következő ciklust illetően. Így a következő ciklus, hogyha emelkedő is lenne, igencsak lassan, és mivel hiányzik a volume szint és hiányzik a megfelelő tőke, ezért igen nehéz lenne kijelenteni azt, hogy a 4181-es ellenállás szint, ami megfogta az utolsó nagy bullist át tudna törni olyan hamar. Nos, alapjaiban véve, hogyha megvizsgáljuk az Ethereumot és a mögötte bújó rendszert, illetve azt, hogy miket építenek, miket terveznek még rá, mindemellett megvizsgáljuk a jelenlegi emelkedést, akkor azt körülbelül meg lehet állapítani, hogy egy lehetséges célár az a me 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 USDT szint. Azonban ez a célár nagyon valószínűtlen, hogy ebben az évben teljesüljön. Erre több ok is van, de láthatjuk, hogy nagyon nehézkesen megy neki az emelkedés, és gyakorlatilag ennek a távolságnak még az egyharmadát is alig teljesítette, hogyha az utolsó alsó pontból tekintjük az emelkedést. Van itt azonban még valami, az ifériumnak vannak nagyobb ciklusai is, nem csak kis ciklusok, és ezt itt narancsárga vonalakkal jelöltem be nektek, hogy látható legyen. Ebben kitűnik az, hogy jelenleg pont egy ciklus közepén vagyunk, meg volt hozzá az emelkedés, és a második nekifutás nem tudott teljesen magas pontot hozni. Ez pedig ugyebár indikálhat minket arra, hogy ha nem is számítunk a cikluszárás mélyebb pontjára, mint az előző cikluszárás, mindenképpen konszolidációra, illetve enyhe sűjedésre lehet számítani a ciklus végére. Tehát a USDT-s ár egy reális célár lehetne az Ethereum részére, de nagyon valószínűtlen, hogy ezt még ebben a ciklusban eléri, hiszen itt már nagyon kevés időnk van. A ciklus vége egyébként 2022. január eleje, az első két hétben lehet a mély pontunk valahol, és az abból kiinduló ciklusnak már sokkal több esélye lenne ahhoz, hogy eléri az árat. Persze egy más kérdés az, hogy milyen árat tudunk megprediktálni balance sheet-ek cashflow nélkül, hiszen ezek a számadatok elengedhetetlenek, mikor egy tőzsdei elemmel kapcsolatban azt vizsgáljuk, hogy mégis mi lehetne a célszerű és észszerű célár, így a is önmagában abszolút spekulatív. Viszont amit határozottan ki tudunk olvasni a technikai képből, hogy a mostani sortnyomás is azt próbálja nekünk indikálni, hogy egy konszolidációs időszak veheti kezdetét az Ethereum esetében. Ezt mind-mind megcáfolhatja. Mindössze annyit kell tennie, hogy a 4181 felfelé konfirmáltan törjön, és minimum egy ciklusig felette is tudjon maradni. Ezzel mutatná nekünk azt, hogy valóban nem szeretne már visszatérni alá. Ez esetben pedig igen csak egyszerű a dolgunk, hiszen a kiszabott célárig már nem sok technikai, sőt gyakorlatilag semmilyen technikai akadályunk nem lenne, hogy ezt elérjük, és csak a türelem kell hozzá. Azonban ez az egy bizonyíték, a 4181-nek a törése eddig elmaradt, és amíg ez nem nem tud megtörténni, addig számolnunk kell a forgatókönyvvel, hogy a nagyobb ciklus végeig, tehát 2022. január első hetéig, akár még egy hosszabb oldalmozgásba is kezdhet az iférium. A szemmel látható, hogy nagyszerűen próbálja tartani a szintjeit és még a sortnyomás ellenére is nem volt képes azt megtenni, mint a legtöbb kriptóelem, hogy visszazuhant oda, ahonnan indult. Így a kialakult higher low bár még nem fixált, hiszen nem tudjuk, hogy hol lesz a vége, de egyelőre egészséges a mozgást illetően így mind a két forgatókönyvet nyitva kell hagyni, és tényleg a kulcs szó a 4181. Azonban az Ethereum önmagában nagyon jó kereskedhető ellen, tehát hogyha nem is közép vagy hosszú távú pozíciókban gondolkozunk, illetve azt szeretnénk kihasználni, hogy meddig mehet el, akkor is nagyon jó lehetőségeink vannak alacsonyabb idősíkon, hiszen stabil mozgással rendelkezik, stabil struktúrákkal, és ezeket a struktúrákat nagyszerűen ki lehet használni alacsonyabb idősíkon. Egy következő kérés a BNB volt a YouTube tagjainktól, és teljesen jogos megkérdezni, hogy vajon mi történik vele, hiszen sokan számítanak a stabil teljesítményére, de ahogy láthatjuk, neki sem stabilabb a teljesítménye, mint az Ethereumnak. Egyelőre a BNB nagyon hasonló problémákkal küzdik, azonban technikailag egy kicsit jobb helyzetben van. A hasonló problémák abból fakadnak, hogy például a mostani megindulással ő sem nagyon tudta emelni a volum átlagát, tehát gyakorlatilag a kereskedési átlaga nem nőtt ahhoz képest, amilyen volt korábban a bullish trendben. Sőt, ha két időszakot szeretnénk arányában összehasonlítani, akkor egyértelműen látszik, hogy sokkal magasabb volt az érdeklődés a BNB iránt az évelején. Nos, a BNB-nek az emelkedése amúgy is sokat elárult, hiszen már a korábbi elemzések alatt is felhívtam a figyelmet, hogy ez az emelkedés tulajdonképpen egy nagyon alacsony volume szinten történő, bár stabil kereskedési erő, ahol nem igazán mutatkoznak meg a sortnyomások. nyomások. Volt próbálkozása, hogy esetleg megindul lefelé, de nagyszerűen tartotta a trendjét, és nagyszerűen volt az 50-es EMA felett. Azonban az első komolyabb döntésképtelenségre a piacon tapasztalt kiemelkedő sortnyomás szeptember 7-én itt is meghozta a hatását. Bár az 50-es EMA próbált tartani, de gyakorlatilag az összes gyertyája a sort után alatta zártak, így további süllyedésre is lehet számítani a BNB esetén az meg abszolút nem segíti a helyzetét, hogy közeledik a ciklus végéhez, és ez a ciklus, amit le fog írni, egész csúnya lesz, ha úgy vesszük, hogy a ciklus végi korrekció tulajdonképpen itt volt fönt, és a mostani zárást egy jóval alacsonyabb szinten várjuk. Technikailag abszolút elvárt lenne a BNB-től, hogy meglátogassa a 200-as mozgó átlagát, de az is nagyon fontos lenne, hogy a 334,5-öt ne törje. Ha ez megtörténik, ugyanis, akkor az befektetői erővesztést jelentene, és én nem hiszem, hogy ez túl jó pozíció lenne a BNB esetében. Már csak azért sem, mert jelen pillanatban technikailag jó helyzetben van, ha azt próbáljuk vizsgálni, hogy vajon milyen emelkedést mutathat be. Ugyanis a korrekciója jóval kisebb volt a többi elem korrekciójánál, az 50%-os elvárt és a 61,8%-os maximum korrekciónál tulajdonképpen nagyon szépen befogta az árat. Ez pedig egy egészséges hullámmozgásra enged következtetni, aminek semmi köze az Eliothoz, de gyakorlatilag emiatt a célára simán lehet az 1103 USDT-s szinten. Ehhez viszont ki kell javítani ezt a hibát, hiszen itt most komoly gyengeséget mutat nekünk, ezért igen fontos lesz a 334,5 usdt és szint, és hogy az ne engedje el lefelé. Amennyiben ez nem történik meg, még akkor is pozitív marad a BNB, ha pedig előfordulna, hogy hosszú távú oldal mozgásba kezd a 641,1 és a 334,5 között, akkor sem kell nagyon aggódni, hiszen befektetői erő veszteség nélkül az első komolyabb kriptó áramlásnál nagyon jól fog reagálni a mozgásokra. Az XRP az, ami sok embert érdekel, és ez nem véletlen, hiszen bíróságra járnak, és nem is teljesítenek olyan rosszul egyébként. Szóval az XRP-nél felmerül a kérdés, hogy vajon mi történhet majd vele a tőzsdén. A tény, hogy az XRP kilépett a bérvis trendjéből, amelynek egy nagyszerű visszatesztelését is végrehajtotta, egy nagyon pozitív hír, viszont azóta egy enyhe emelkedés után folyamatos oldalmozgásban van. Azonban amivel jobban teljesít az Ethereumnál és akár a BNB-nél is, az a volume szint, amit most már nagyon lassan igaz, de elkezdett emelni. Így a kereskedési mérték lehetővé tenni azt, hogy feljebb húzzák az árat, azonban az XRP esetében nagyon-nagyon óvatosan bánnék nagyon magas célárakkal. Márpedig azért is, mert a süllyedés egyszerűen túl jött, és a süllyedéskor ő már befektetői erőt is veszített. Ergo tudnunk kell, hogy a jelenlegi emelkedéssel növekedette a befektetői erő, vagy csak a kereskedők próbálják felpumpálni az árat abból a szempontból, hogy meddig mehet el, ez most nem releváns, ugyanis így is úgy is a kereskedőkre kell támaszkodnunk, az ő erejük pedig nem lesz annál nagyobb, mint amit itt tapasztaltunk, így egyelőre az XRP maximális célárának mindenféleképpen az 1,9019-es árat tudnám belőni. Ha ugyanis kap megfelelő kereskedői erőt, ez az észszerű ár, ami fölött addig nem tudunk prediktálni, amíg nem látjuk, hogy hogyan viselkedik a befektetői és a kereskedői erő a jelen pillanatban. De hogy ezt kicsit összéphúzzuk fókuszáltan, láthatjuk, hogy az XRP nem hajlandó elhagyni az 50-es emáját a napos csárton, viszont nagyon közeledik a ciklus végéhez. Az előző ciklus vége viszonylag jó szintben zárt, és most arra számítunk, hogy a jelenlegi ciklusnak a vége egy alacsonyabb pontot fog elkapni, de ez körülbelül egy vonalba eshet majd az áráskor, hogyha az 50-es ema valóban nem hajlandó elengedni. Amennyiben az 50-es EMA elég agresszív lesz, illetve a kereskedők reakciója az 50-es EMA-ra, akkor gyakorlatilag egy kisé feljebb is zárhatunk, így egészségesen tartotta a ciklikus emelkedést, és bár az emelkedés aránya csökken határozottan, mégiscsak jó esélyekkel áll neki a következő ciklusnak. Itt a ciklus vége egyébként szeptember 18-a, tehát még kereken egy hetünk van arra, hogy ezt zárjuk, és akkor a következő ciklusban egész jó esélyeink vannak, főleg a ciklus elején, ami általában emelkedés kezdődik még akár egy bearish trendben is. Van nekünk azonban egy avax, ami mindenkit érdekel és nem is véletlenül. Sokan ugyebár azért érdeklődnek az avax iránt, mert nagyon-nagyon beindult és mindenki szeretné elkapni a lehető legjobb pontot, de annyit meg szeretnék jegyezni, hogy ez itt fönt biztosan nem a legjobb pont volt, a legjobb pont az valahol itt volt a 200-as EMA törésénél. Ennél volt egy nagyon jó lehetősége, hogy elérje a 38,14-et, amit gondolkodás nélkül meg is tett, majd áttörte azt, és most többszörű visszatesztelés történt. Amiért engem érdekel az a Vax, az a búli zászló, amit kialakított, a százalékos arányok, amivel növeli az emelkedését, és ez a kimagasló volium szint, amit itt láthatunk alul. Ez mind-mind nagyon-nagyon pozitív, és nem túlzottan rövid távon értendő, hanem középtávon. Ugyanis ilyen emelkedés csak befektetői erőbeáramlással történik, az pedig nagyon komoly hatással lehet a további emelkedéseket illetően. Természetesen az avax is nagyon-nagyon mély volt a korrekciója, de ha megnézzük a volume szintet, ezt nagyon szerette volna megtartani a 0,618-as inverse FIBO szinteknél, ami még mindig egészséges befektetői erőt jelez, hiszen itt az eladásnál csak kereskedői eladás történt, és nem befektetői ami változott, hogy képtelen volt törni a 38,14-et, és ott már veszített a befektetői erejéből, amit most valószínűleg duplán kapott vissza. Nos, jelen állás szerint ez a VAX nagyszerűen működik, és ez a buli zászló, ahogy látjuk, maximálisan teljesíti azt, amire hivatott. Hogyha lemegyek egy kicsit alacsonyabb időségre, például egy órásra, akkor nagyszerűen láthatjuk, hogy ez az ászló, ennek a felső trendvonala gyakorlatilag tört is, ami nem volt olyan egyszerű, és a törés után többször is visszatesztelt rá, de aztán most már kisebb-nagyobb bizalommal, de úgy tűnik, hogy elindult felfelé. Nos, amire figyelni kell az avax esetében, az a felső veszélyzóna, amit itt egy kicsit bordóval láthattok, hiszen ez határozottan az all time high szintig ment, és itt mindenféleképpen komoly problémákat okozhat az ármozgásnak. Ez nekünk már jóval korábban megvolt, és tudtuk azt is, hogy itt el fog akadni az ár, amit meg is tett, viszont a kialakított bullish zászló nagyon-nagyon pozitív reakció arra, hogy a következőkben esetleg megpróbálja még egyszer törni ezt a szintet, és egy kicsit nagyobb erővel, mint ha előzőleg. A nagyobb erő egyébként reprezentálja az is, hogy sokkal magasabbra képes húzni a volume szintjeit, tehát itt már a kereskedők is igencsak nagy hájban vannak az elem esetén. De hogy meddig mehet el, amennyiben le tudja küzdeni ezt a bordóságot? Nos erre a válasz egész egyszerű, a 95,82 egy teljesen reális célár, a jelenlegi befektetői erőt, a jelenlegi volume szintet összehasonlítva a korábbiakkal. Sőt, Elképzelhető, hogy ezt a célárat még alá is lőttük, hogyha nem csak a következő ciklus végéig gondolkozunk rajta, hiszen ez nyilvánvalóan ebben a ciklusban már nem fog megtörténni, de a következő ciklusra átsúszva elérhetjük a 95-82-t. Tényleg az egyetlen fontos dolog az, hogy le tudjuk küzdeni ezt a bordósávot itt a 60 USDT szint környékén. Azonban, hogyha nem tudja abbahagyni ezt az agresszív mozgást és ennél a szintnél is kialakítana egy nagyon csinos bullis trend folytató alakzatot, akkor tovább mehetünk a következő célárig. Ennek a kimérésével azonban egy kicsit várnék, hiszen nagyon szükségünk lenne erre az adatra, ami történik közben, amíg elérjük a 95,82-t. De hogy ne csak a kriptó legyen a fő téma, a nyersanyagok tőzsdéjén is megtalálunk egy pár jó lehetőséget számunkra. Például a réz az egyik, ami igazán meglepet minket a nyersanyagok között, mennyire jobban tud reagálni a jelenlegi gazdasági helyzetre, például az aranyhoz vagy az ezüsthöz képest. A meglepetés tényleg nagy, hiszen újra elértük ezt a felső trendvonalat, azonban itt túl sok az ellenállás szint, és még nem tudjuk, hogy hogyan fog reagálni rá a következő héten. Az agresszív emelkedés az alsó szintektől egyáltalán nem szokatlan, hiszen látjuk, hogy ezt mindennyiszor megtette az érintése után, ahogyan most is. Tehát önmagában csak az a tény, hogy most nagyon agresszív, még nem jelezni nekünk, hogy ki szeretne törni. Ami azt jelzi nekünk, hogy felfelé ki szeretne törni, az maga a struktúra, ami egy bullis zászló lefelé, és ez viszont már egy kicsit komolyabb jel. Azonban nem lesz könnyű dolga a résznek és erre tényleg erősen szeretném felhívni a figyelmet. Először is útjában van a 4,4495-ös szint, ami bivaj erős, és lokálisan nagyszerűen tartja meg az árat. A következő ellenállása a 4,7044-es lesz, ami a jelenlegi emelkedésnek a szintje, ahol a kereskedők elkezdték realizálni a profitot, és utána következik az 5 dolláros szint, ami tényleg nagyon kemény lesz a küzdés szempontjából. De ha ezeket meg tudja oldani, akkor gyakorlatilag nem lesz szignifikáns ellenállási szintje a 6,4 dolláros szintig. Van nekünk ezen kívül egy Lithium Americas Corporation, az tőzsdei nevén LAC nevű cégünk, ami viszont tökéletesen követi az elemzéseinket. Az LAC már ennél a trendvonal törésnél zöld lámpa gyanús volt, azonban ahogy látjuk a nagyszerű törés után megtörtént a visszatesztelés, és ez volt az a pillanat, amire vártunk. Bár itt még biztonsági szempontból picikét vártam a következő zöld lámpa kiadásával, gyakorlatilag a 19,51, ami valóban a mozgáshoz képest egy picit késő, de biztonságos nyitási pozíció volt ezután pedig csak nem 3 dolláros szintemelkedésünk van jelenleg, és bár számítunk a ciklus végére, gyakorlatilag az egész mozgás annyira szépen búl is, hogy egy kisebb korrekcióval feltehetően le fogja ezt rendezni. Az ellenállás, ami előtte áll, az igen komoly, a 23,67 továbbra is erősen tarthat, és ahogy láthatjátok a korábbi rajzokból is, magyarázatokból, itt pontosan arra számítottunk, hogy itt majd beragad egy vegy alakzatba, ha nem lesz elég agresszív, hogy azt törhesse felfelé. Így a törésnél nagyszerű, hiszen újabb pozíciónyitási lehetőséget ad nekünk, és nem sokat kell gondolkoznunk azzal kapcsolatban, hogy milyen stratégiát kell alkalmazzunk a kereskedésre, azonban nehezebb pillanat lesz, hogyha tényleg beszorul a vegy alakzatba. Itt egyébként sok türelemre is van szükség, hiszen az több, mint egy ciklusig is eltarthat. Ettől függetlenül a pozitív képe meg fog maradni, egészen addig, amíg végleg el nem tudja hagyni ezt az alsó kék trendvonalat, ami a bullish trendet támogatja, és tulajdonképpen a befektetői erőt is nagyszerűen reprezentálja. Az LAC elsődleges célára a 37,37 ,37 dolláros szint, amit technikailag megalapozott célár, és amennyiben a 23,67-es szintet leküzdi, ez majdnem, hogy akadálymentesen elérhető. Az egyetlen akadálya ez a felszúrás, amit az előző all-time high szinttel kialakított. Itt ugyanis biztos, hogy lesz majd neki egy problémája, és ezért ezt meg is jelöltem magunknak egy halványabb vonallal, hogyha esetleg odaérnénk, azért a stop loss-szal érdemes egy kicsit játszani. A harmadik ilyen nagyszerű részvény az UUU, az az Energy Fuse INC-nek a részvénye. Nos, ő nagyszerűen teljesítette az elemzésünket, ezt az elemet már régóta figyelemmel kísértük. Egy kedves Patreon tagom hívta fel a figyelmet még jóval korábban, amikor éppen elkezdte ebben a ciklusban az emelkedési szakaszt. Ekkor meg tudtuk határozni a várható beérkezési árat a ciklus magas pontjaihoz, majd az abból való süllyedést, amit körülbelül egyébként a 3,7-es szintre prediktáltunk, de ezt nem tudta elérni, mert a 4,29 sokkal erősebb supportnak minősült, mint azt először gondoltuk. És természetesen a tény, hogy a 200-as emmal nem akarta elengedni végleg az árat, azt mutatta nekünk, hogy nem csak a befektetők tartották meg az árat, hanem emelték annak mértékét is. Így gyakorlatilag az Energy Fuse is zöld lámpás lett korábban, az 5,54-es szinttől annak a törése nagyszerű indikáció volt, és természetesen odafigyelünk a jelenlegi szintekre, hiszen ezek nagyon kemény ellenállások, legfőképpen a 7,3 dolláros szint, de ha ezt is le tudja küzdeni, és itt óvatosan tudunk bánni a pozícióval, akkor a 11,3 dolláros célár nagyszerűen megvalósítható. És extraként megtekintjük a Tatsuvich Chef INC-nek a részvényét is, mert ezt is kérték a YouTube tagok. Teljesen jogosan hozzáteszem, mert már majdnem megkapta a zöld lámpát. És ezt most azért veszem be ebbe a videóba, mert egy nagyszerű példája annak, hogy miért kell megvárni a konfirmációt. Nos, a konfirmáció egy törésnél azt jelenti, hogy a gyertya, ami a törést végrehajtja, búlis mozgás esetében természetesen a trendvonal, illetve az ellenállási szint felett zár, majd a következő gyertya felette nyit és felette zár. Ha ez nem történik meg, akkor nincsen konfirmált törés. És pontosan ez történt a Tattoo Chef INC részvénye esetében, hiszen kialakult egy hatalmas ingolfing gyertya, és ebből el is indult lefelé nagyszerűen az ár, és pontosan ezért ez azt próbálja reprezentálni nekünk, hogy ez a felső trendvonal a wedge alakzatnak még mindig nagyon erősen tart, és még mindig számíthatunk arra, hogy újra meglátogatjuk az alsó régiókat. Tulajdonképpen semmi sem változott, pontosan ugyanazt a mozgásformát mutatja, amit már mutat nekünk 2020. szeptemberétől, hogy gyakorlatilag a vegy alapzatban építkezik fel és le. Így minden technikai okunk megvan arra, hogy újra meg fogjuk látogatni a 17,4 környékén található alsó trendvonalat, amiből megint majd neki fog próbálkozni a felső törésének. Bárhogy is történik, túl instabilnak találom ezt a mozgást a Tattoo chef esetében, és itt vigyázni kell, hiszen látjátok, hogy igen nagy gyertyák vannak, de ezek a gyertyák hamis törések is lehetnek. Ezért én úgy gondolom, technikailag a 28,34 az a szint, aminek a törése konfirmáltan és visszatesztelve be tudná bizonyítani azt, hogy igenis van befektetői erőnövekedés és nem csak stagnálunk egy helyben. Természetesen érdemes megtekinteni, hogy hogyan is alakul a cég fundamentálisan, hiszen ez nagyon-nagyon sok mindent elhárulhat nekünk a működésről. Legfőképpen a Total Liabilities and Shareholders, Egvitinek a megtekintése. De mindenek előtt a revenue az, amit érdemes vizsgálni, hiszen ez reprezentálja a cég bevételét, és amit láthatjuk, a 39,6 millió dollár után még volt egy pici emelkedése. 2021 első negyed évében, majd ezt a szintet 50 millió dollár környékén próbálja tartani. A Q2 adat tehát nem sokat változtatott ezen, volt némi visszaesés, de ez gyakorlatilag annyira sokat nem számít, amennyiben a Q3 adat szintén ezen a szinten vagy ennél magasabban tud majd zárni. Az Operating Income azonban még mindig azt mutatja nekünk, hogy érdemes odafigyelni, hiszen a mínusz 7,93 millió dollár egyelőre stagnál ezen a szinten, és nem vagyunk képesek leküzdeni az elszenvedett veszteségeket és az egyetlen oka, miért emiatt nem kell aggódnunk, az az operating expenses, ami folyamatosan növekszik, tehát az operating income visszaesése ellenére sem esett pánikban management, és egészségesen folytatják, sőt, növelik a cégbe való investálást. Így tehát az oka, miért ebből a wedge alakzatból még nem tudtuk kitörni, az az, hogy a total liabilities a Q2-re sajnos lejjebb tudott esni, mégpedig egy szignifikáns 50 millió dollárral. Nos, azt azért hozzá kell tenni, hogy ez a mennyiség még mindig nem akkora, tehát gyakorlatilag az igazi befektetői stabilitás majd egy milliárd dollár fölött fog megjönni neki, és ezt nyilván el is szeretnék érni, de még sok időre van szükségük ehhez. Az ok egyébként a Total Liable 10 ez visszaesésére a Q2-ben nem a fundamentális háttér, hiszen láthatjuk, hogy amiatt nem nagyon kell aggódnunk, hanem az, hogy nem voltunk képesek a 28,34-es ár fölé menni, amit a befektetők figyeltek, az valószínűleg a 26 dolláros ár volt többszöri próbálkozásra is most már egy éve alatt vagyunk, és valószínűleg volt egy kis tőke átcsoportosítás, hiszen a befektetők sem nagyon szeretik olyan elemben tartani az, a pénzüket, ami hosszú távon nem növekedik. Így egy részük kiment a csoportból, de nem szignifikáns, és mivel a 200-as ma még mindig tart, illetve ahhoz konvergál az ár, ezért a visszaesés miatt nem kell aggódnunk, mert ennél többet nem várunk a Q3-ban. Ennyi fért a mai videóban, hogyha ennél is több elemzés videót szeretnél, akkor látogass el Patreonra, mert ott tényleg rengeteg van, és nem csak elemzés videó, hanem képelemzések is, és élőben is kibeszéljük, mi történik a piacon real time. A következő héten is lesznek YouTube-ra elemzés videók, a YouTube tagok pedig nem sokára megkapják majd a kiírást, amiben javasolhatják a következő hétvégi videónak az összetételét. Aki pedig ezekre nem kíváncsi, azokkal találkozunk a következő hétvégi YouTube videóban, addig is sziasztok!